Mik vannak itt legfelül? Ezek mik? Kukák. Kukák. Milyen színű? Zöld. Szürke. Sárga. Fehér. Na nézzük meg, hogy ki emlékszik rá, hogy melyik kukába mi való. Zöldbe? Színes üveg. Nagyon ügyes, színes üveg. Kékbe? Papír hulladék. Fém. A szürkébe a fém, sárgába műanyag, és a fehérbe? Fehér üveg. Egy hetes programsorozattal tették a gyermekek számára emlékezetessé a Földnapját a Mikepélcsi óvoda pedagógusok településünk óvodájában. A Földhete rendezvény keretében az óvonők nagy hangsúlyt fektettek természetünk, környezetünk óvására, védésére, tisztán tartására, emellett pedig az újrahasznosítás jelentőségével ismertették meg az apróságokat. Ma a Kukanap hulladékgazdálkodás óvodásokkal címszó alatt működik ez a mai napi délelőtt. Nyílt nap a szülőkkel, van ahol jött szülő, van aki nem jött el, de nyitottá tettük ezt a napot. Ez egy programsorozat, a Földhete programsorozat. Évtizedek óta mondhatnám, hogy működik a óvodánkban a Földhetére készülődés. Ugye nyilván hetekkel előtt, és akkor mindig az utolsó hét, egy ilyen záró hét, abban van például az egy virág, egy gyerek akciónk, amikor tegnap elültettük a virágot kedden, hétfőn gyűjtötték, kedden elültettük, nagyon aranyosak voltak a kislocsolókkal. Egy mondattal annyit tudnék mondani, hogy 2006 óta zöld óvoda vagyunk, 2013. októberig birtokoljuk ezt a címet, és most készül az a pályázat április 30-áig, amire az Örökös Zöld Óvoda címért indulunk harcba. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy minden évben nagyon tudatosan készülünk, egész évben is folyamatosan készülünk a fenntarthatóságra, a környezet tudatos nevelésre. Ez a pedagógiai programunkban, az életünkben, a célkitűzéseinkben, a gyerekek tevékenységében, az, hogy nem szemetelünk, regperelő szemetes kukákat helyezünk az udvarokon is, tehát a Mikepélcsi óvodás azt tudtuk mondani, nem szemetel sem az óvodájában, sem akárhol van. A Mikepélcsi óvodában a gyerekeket már kis csoportos korútól fogva arra tanítják, hogyan védjék, óvják a földet, környezetüket, ahol élnek. Színes és érdekes programokkal várták a gyerekeket április 20-án, amikor is újrahasznosított anyagok felhasználásával kézműveskedtek az óvodások. A nap folyamán a gyerekek megismerkedhettek a szelektív szemétgyűjtéssel és az újrahasznosítás fontosságával is. Hú, mennyi szemét van itt! Gyertek, válogassuk már szégyen! Igen? Válogassuk már szégyen! Hát nézzem, milyen ügyesek vagytok! És miből van ez? Csapos össze! Csapos össze!
hogy milyen hulladékok vannak a zsákokba, és össze kell kötni, hogy melyik kukába kerül. Jó? Jó. Bármelyik színnel a megfelelő helyre húzzátok. Bármelyik, teszünk ki színes ceruzát, nézd csak. Bármilyen színnel, és utána megbeszéljük. Néznek, hogy mi van a zsákba. De... Igen. Hozzá kell. Igen, ahhoz a kukához. Igen. Fogjuk meg. Kettő megvan. Aha. Figyeljek. Amit nem tudsz, azt nyugodtan megkérdezheted, hogy mi van a zsákban, ha véletlenül nem ismered fel. Akkor az első zsákba mi volt? Műanyag. Melyik színű kukához húztunk? A sárga. Második zsákban mi volt? Fém hulladék. Melyik zsákba vagy kukába kellett húzni? Szürkébe. Igen, bátran. Ebben zöld. Attilám? Színes. Színes? Micsoda? Zöld. Színes üveg. A színes üveg melyik kukába ment? Zöld. Zöld kukába. Ebben mi van? Fehér üveg. Melyik kukába ment? Fehér kukába. Meg tudod-e nekünk mutatni, hogy melyik kuka milyen színű, és melyik kukába mit kell helyezni? Meg tudom mutatni. A zöld kukába a színes üveget. Igen. A fehér kukába a fehér üveget, és a szürke kukába pedig a konzervdobozt, a kékbe pedig a újságot, és ebbe pedig a műanyagot. Fontos-e szerinted a környezetvédelem? Nagyon fontos. Ebbe a színes üveget a zöldbe, a fehéret a fehér üveget, ebbe a szürkébe a fémet, a kékbe a papírusságot, a műanyagba meg a műanyagot. A megkérdezett óvoda pedagógus riporterünknek elmondta, valóban nagyon nagy hangsúlyt fektetnek az intézményben a környezetnevelésre. Zöld óvoda révén fontosnak tartják, hogy az óvodás korosztály sajátos, korcsoportjainak megfelelő élményekre és tapasztalatra építő, azaz tevékenységorientált környezeti nevelésben részesüljön. A múlt hét arról szólt, hogy megismerkedjenek a hulladékokkal. Kaptunk az Évike édesapjától hulladéktárolót, ami hátsó udvaron és elől is el van helyezve, és abban már tegnap is gyakoroltuk, hogy melyikben milyen hulladék kerül, úgyhogy vannak ismeretek. Sőt, otthonról mit kellett hozni, gyerekek? Mi volt a feladat? Hulladékot. Úgyhogy ismerik, és reméljük, hogy otthon is fogják hasznosítani az itt megtanult dolgokat. A pedagógiai programba mennyire illeszkedik bele, vagy fontos-e a környezeti nevelés itt az óvodában? Hát nagyon fontos, mert Zöldovi tagjai vagyunk, már nagyon-nagyon régóta, úgyhogy nagyon fontosnak tartjuk, és most az óvoda szeretne pályázni az örökös zöld óvodai címre, úgyhogy most ez van kidolgozás alatt, de egyébként is nagyon fontosnak tartjuk a környezetet, a környezetre a fenntarthatóságot, a hulladékgazdálkodást, úgyhogy hosszú távon terve van a komposztálás, úgyhogy mindent folyamatosan lépésről lépésre szeretnénk megvalósítani. Ki a legügyesebb? Tisztítsuk meg az óvodát!